A párod nem úgy fejezi ki a szeretetét, szerelmét, ahogyan azt te szeretnéd, vagy ahogy neked kényelmes lenne. Szeretettel köszöntelek, Németi Erika vagyok, önismereti tréner, a tündérszív.hu blog szerzője. Nagyon sokan kerestek meg azzal, hogy mit tegyetek, hogy a párotok nem úgy csinál, nem úgy viselkedik, nem úgy szeret, nem úgy fejezi ki az érzelmét felétek, ahogyan ti szeretnétek. Biztosan hallottatok már a szeretett nyelvekről, mert ilyenkor nagyon sokan, akik írnak és hívnak engem, a szeretett nyelvekre hivatkoznak. Egy picit szeretném a szeretett nyelveket más megvilágításba helyezni, mint ahogyan az talán most így a közhiedelemben, a köznyelvben elterjedt. A szeretett nyelveket úgy emlegetik, hogy ezek a szeretett nyelvek, ezek a formái annak, Ahogyan az ember ki tudja fejezni a szeretetét, a gondoskodását, az érzelmeit. Így egy olyan négy-hatféle szeretetnyelvet különböztetünk meg, beleértve azt, hogy van, aki úgy fejezi ki, úgy éli meg a szeretetét, hogy ennek szavakkal hangot ad, és elismer, kifejezi szavakkal, mondatokba foglalva, hogy mennyire fontos vagy neki. Van, aki úgy olyan formában éli meg, és mutatja ki a szeretetét, hogy téged ajándékokkal halmoz el, és mindenféle meglepetésekben részesít. Van olyan ember, akinek az érintés a kifejezés mondja, vagyis nem a szavaival fejezi ki azt, hogy mennyire szeret, hanem minduntalan szeret hozzád érni, megölelni, megsimogatni, a közeledben lenni. Van akinek a szeretet nyelve az együtt töltött minőségi idő. Ez is nagyon fontos lehet, ő nem a szavak ő nem az ajándékozásban tudja önmagát kifejezni, és nem is azzal, hogyha neked leveleket ír, vagy hosszasan szerelmi vallomásokban tör ki, hanem egész egyszerűen úgy intézi a programjait, hogy minél több időt tölthessen személyesen a közeledben. És még fokozhatnánk a szeretetnyelveket. nyelveket. Van például az a típusú megnyilvánulása is a szeretett nyelveknek, amikor valaki öröki gondoskodni akar, és ad, és ad, és olyan tevékenységeket csinál, olyan ö, dolgokban részesít, olyan szívességeket tesz neked, amiről úgy gondolja, hogy ez neked fontos. A szeretett nyelvekre szerettek hivatkozni, és azt mondjátok nagy szomorúan, hogy más a szeretetnyelvünk a párkapcsolatban. Nekem ez, a páromnak meg az, és sajnos ez sehogyan sem tud találkozni. A szeretett nyelvek így válnak tulajdonképpen teljesen félreértelmezett problematikává. Nézzük meg azt akkor egy kicsit másképpen. Ha a te szeretetnyelved az hogy te szeretnéd szavakkal kifejezni a párodnak, hogy szereted. És úgy tapasztalod, hogy a párodnak viszont nem ez a szeretet nyelve, hanem a minőségi idő, vagyis nem ír vissza a leveleidre, nem ír rád naponta háromszor, nem fejezi ki szavakkal, hogy szeret, viszont igyekszik, amikor csak tud, a szabad idejét arra fordítani, hogy veled tölthesse el az időt. A te olvasatodban megfogalmazod, hogy neked ez nem megfelelő, hiszen a párod nem úgy csinál, ahogyan szeretnéd. Jaj, jaj, más a szeretet nyelvetek. Nézd csak meg, nem a szeretet nyelvetek más valójában, csak erre hivatkozol. Nagyon klassz hivatkozási alap lett a szeretett nyelv. Valójában az történik, hogy te kifejezed a szeretetedet valamilyen formában, és elvárod, szeretnéd, ha a párod ugyanígy csinálna. Ez tulajdonképpen egy elvárás. A szeretett nyelvekre hivatkozva, és a tudatosságra hivatkozva egy elvárás csapdájába kerültél. Azt várod, hogy a párod ugyanúgy nyilvánuljon meg. A párod úgy tegyen, úgy fejezze ki magát, úgy viselkedjen veled, úgy álljon hozzád, ahogyan te szeretnéd, ahogyan te is teszed. Az elvárásod jogos, az elméd szerint jogos. A tenézőpontotból jogos, hiszen te csak azt várod el, amit te is nyújtasz. De ettől ez még egy elvárás. És attól még, hogy ez egy elvárás, Attól reszorsz neked, hogy tulajdonképpen egy másik embertől várod, hogy valami megvalósuljon és számodra boldogságot adjon. Az elvárásokkal mindig az a baj, hogy egy olyan igényt jelent az elvárás, amire szükséged van az örömöd, a boldogságod megéléséhez, de. Ahogyan a nevében benne van, az elvárás mindig elvárás, vagyis mindig mástól várjuk, hogy teljesüljön egy igényed. Na most az a másik ember nem kötelez. De annak a másik embernek nem kötelessége, nem kötelezhető arra, hogy úgy éljen és úgy szeressen, ahogy te szeretnéd, ahogy neked jó. Tehát a helyes használata a szeretet nyelveknek nem az, hogy jaj, ha szeret, akkor viselkedjen már úgy, ahogy én szeretném. Ha szeret, akkor vegye már észre, mi a szeretet nyelvem, és fejezze már ki úgy a szeretetét. Ez egy elvárás. Ha szereted, akkor fordítsuk meg a dolgot. Ha szereted, akkor nem az elvárásaidon keresztül szereted. Nem azt látod, hogy mit nem teljesít, és nem azt várod, hogy olyan legyen, amilyen te. Hanem ha szereted, olyannak látod, és úgy szereted, úgy fogadod előtt, ahogy a nő van és belátod, hogy bár neked a szeretet nyelved a szavakban és az elismerésben fejeződik ki, ő egy másik ember, és mindenkit csak úgy és csak is úgy tud szeretni, ahogyan ő maga tud szeretni. Ha elkezded őt megvizsgálni abból a szempontból, hogy ki ő, hogyan fejezi ő ki magát, mire van képessége, mi az, ami neki fontos, mi az, ami belőle árad úgy, hogy azt örömmel megélje, akkor elkezded őt a szíveddel látni. Szívvel szívet. És nem az elvárásaidon, nem az ítélkezésen keresztül veszed észre őt. Ha elkezded őt magát látni, akkor rengeteg mindennel gazdagodsz, és nem fogsz tőle elvárásokban olyat kérni, ami csak neked fontos, de neki megerőltető. Szóval nem azt szeret igazán, aki úgy szeret, ahogy te akarod, hanem azt szeret igazán, aki elfogadja, hogy hogyan is működik a másik ember. A szeretet nyelvek csak azért fontosak, hogy lásd, hogy milyen módokon is lehet kifejezni a szeretetet. De ne ragadj bele abba a csapdába, hogy elhidd, hogy neked csak az egyik fajta forma, a másik embernek meg csak a másik forma adatot. Vedd észre, hogy milyen sokféleképpen kifejezhető a szeretet, és próbáld megélni minden egyes kifejezését. Vedd észre, hogy neked mi a kényelmes, de az arról szóljon, hogy te hogyan ad és vedd észre, hogy ez nem lehet egyenlő azzal, hogy hogyan kapj. Vedd észre, hogy kapni úgy tudsz, ahogyan a többi ember szeretné mindezt kifejezni és megadni neked. Ne az elvárásaid útvesztőjébe és önállításaiba es bele, hanem légy nyitott és szeres szívvel szívet. Nagyon örülök neki, hogyha újabb felismerésekre sikerült fényt derítenem most. Ha van kedved, tarts velem továbbiakban is, és legyél részese valamelyik kurzusunknak. Gáborral közösen sok-sok szeretettel várunk téged. Az EGU kurzus linkjét ide is teszem a szeretett nyelves videó alá, és nézd meg, nagyon sok felismerést fog jelenteni a párkapcsolatod, egós játszmás működéseiben, ez a kurzus is. Most pedig kívánok neked sok sikert, jó egészséget, jó sok pénzt, szeretetet, szerelmet, boldog párkapcsolatot és mindent, amit magadnak kívánnál még. Köszönöm, hogy velem tartottál.